De a Jobbikról mindenképpen beszéljünk, Gábor, már csak azért is, mert hát azért valljuk meg, hogy hosszú időn keresztül valahogy a Fidesz sem beszélt erről a témáról nyilvánosan. És egy darabig a Jobbik is, még talán a legeslegelején, még az EP választások előtt úgy érezhette mindenki, hogy nem lépett át egy bizonyos határt. És aztán most minden úgy tűnik, hogy összeborulni látszik. Különböző véleményformálók erről, arról az oldalról írkálnak egymásnak nyílt leveleket, köztük volt kollégáink, barátaink is. Úgy tűnik, hogy tényleg, most idézőjelbe teszem, de ha nem teszem, úgyis él ez a kifejezés, hogy elszabadult a pokol, és közben azt is lehet hallani, hogy bizonyos megyékben igencsak erősödik a Jobbik. Meg persze arról is beszéltünk nem egyszer ebben a műsorban, hogy ha valamely párt mondjuk a Fidesz kétharmados győzelmét veszélyeztetni tudja, akkor az mégiscsak a Jobbik leginkább. Hát én ugye nem tartozom a Fidesz műanyag katonái közé, tehát én azt gondolom, hogy a Fidesznek létezik radikális oldal, akkor én egy radikális jobb oldali ember vagyok. Mindig büszkén is vállaltam a hitemet, az igazmondásomat. Erről az útról nem is szeretnék későbbiekben sem letérni. Mégis megtaláltam a helyemet a Fideszben. Na, megnézzük a magyar történelmet. Két pontot érdemes összehasonlítani. Egyfelől, hogy 1947-től a szocialisták mindig ezen az úton jártak, hogy le kell szalámizni a jobboldali pártokat. De ha megnézzük 1990-től, hogy történt ez a KDNP-vel, hogy történt ez a kisgazdákkal, hogy történt ez a MIÉP-pel, akkor az derül ki, hogy a háttérben mindig a szocialisták vagy a szocialisták által küldött emberek voltak. A szocialistáknak az a lényeg, hogy a magyar jobboldal ne legyen ebbe. Ha most megkérdezem tőletek, hogy vajon az MSZP örül-e annak, hogy van egy Jobbik, hát örül. Vajon mi örülnénk annak, hogyha létezne még egy baloldali, vagy még egy szocialista párt? Hát mi is örülnénk neki. És aminek a szocialisták örülnek, én annak nem tudok örülni. Ezzel azt akarod mondani, hogy a Jobbikban vannak olyan küldött emberek, akik mondjuk a szocialisták érdekeit szolgálják? A történelem körülbelül ezt mutatja. A másfelől persze az elmúlt 8 évben, de főleg az elmúlt 4 esztendőben mindenki ordítani tudott volna a fájdalomtól, ami történt ebben az országban, ha csak 2006. októberére gondoltak, hogy békés embereket összevertek az utcán, kilövöldözték a szemüket, megcsunkítottak ott embereket. És nyilván jó lett volna akkor még radikálisabban föllépni, de radikális politikával, hogyha a 90-as évektől vizsgáljuk a magyar politikát, radikális politikával, demokratikus választásokon 25%-nál nagyobb támogatást Magyarországon még nem lehetett elérni. És azt gondolom, hogy nekünk van annyi felelősségünk, hogy nekünk 51%-os támogatást kell összegyűjteni. Nem a Fidesz miatt, hanem a magyar emberek miatt, hogy egyszer végre legyen egy olyan jobboldali kormányzó erő, aki mindenféle kompromisszum nélkül tudja irányítani ezt az országot. Most a számtalan fájdalom van bennem a Jobbikkal kapcsolatban. Egyrészt látom azt, hogy zsarolásra készülnek. Tehát az lesz, mint az SZDSZ-e, hogy próbálják, az SZDSZ éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül zsarolta a szocialistákat. Ugyanazt szeretné a Jobbik is elérni, hogy pici támogatással, majd a Fidesz zsarolja. És látom, hogy kirajzolódik már a kép, hogy nem szeretnének mást. Az, hogy Morvai Krisztina köztársasági elnök legyen. És én, hogy mondjam, én Morvai Krisztinát ismerem, de én nem szeretném, hogyha Morvai Krisztina köztársasági elnök lenne az országban. Több szempontból sem. Mert ja, az ő férje az a Baló György, aki bevallottan egy liberális ember. Éveken keresztül a liberális pártot, az SZDSZ támogatta. És ezzel nincs semmi baj, mert ez a szíve joga. Mert 10 évig élt vele Morvai Krisztina. Akkor ott nem volt semmi probléma. Tíz éven keresztül nem került az erő mondjuk a vacsoránál, hogy Gyuri, van itt egy kis baj, akiket támogatsz. Azok egyébként rossz irányba viszik a hazánk dolgát. És amikor valaki egyébként, ugye, ha jól emlékszem, a sajtóértesülések arról szóltak, hogy Morvai Krisztina annak idején az SZDSZ-nek az esélyegyenlőségi miniszteri jelöltje lett volna, vagy legalábbis esélyes volt erre a posztra. Akkor most valaki a leállósávból bevegy az előző sávba. A következő mozdulat mi lesz? Hol fog kikötni majd? Tehát én azt gondolom, hogy a dolog, ami zajlik körülöttünk, az,
az mérhetetlenül veszélyes. Ilyenkor szokták ugye azt írni baloldali elemzők, sőt egyébként akár a Jobbikhoz közel álló oldalakon is, ugye ezt folyamatosan írják, hogy persze, hát a Fidesz is honnan érkezett a rendszerváltás idején, hogy a Fidesz is egy liberális párt volt, ugye, és akkor innentől kezdve jön a zsideszezés, meg az egyéb ilyen szép jelző. Azzal a különbséggel, hogy a Fidesz sosem kötött kompromisszumot a szocialistákkal, sose lépett velük koalícióra. Ezzel a különbséggel. A liberálisok ezt megtették. Jó, hát itt nyilvánvaló, hogy választási kampányban és választási kampányban értelemszerűek a viták, a még olyan éles hangú viták is, hiszen itt végül is két különböző pártról van szó. De hát azért azt látni kell, hogy minden egyes perc, amit ezzel tölt el, például a Fidesz, az a szocialisták malmára hajtja a vizet, már pedig nem tudok szabadulni attól a meggyőződésemtől, hogy függetlenül pillanatnyi támogatottságuktól azért ebben az országban a legnagyobb veszély az MSZP, hiszen minden egyes szavazója megvan, akik 2006-ban megvoltak. Csak rosszul csinálták és elpártoltak tőlük, de ezeknek az embereknek, ezek erre vannak kiképezve, 4 évig ellenzékben, mérhetetlen demagógiával és a szokásos rémizgetéseikkel ez a gólem talpra fog tudni állni. Ő náluk nagyobb ellenség nincs. Hát a minden kétséget kizáróan ez így van. Tehát a fókusz most is, a kampány fókusza most is az MSZP-n van. Egyszerű helyzetünk van, mert nekünk az igazat kell mondani az MSZP-ről is. De hát azt nem kerülhetjük meg, hogyha ha megkérdeznek minket, mint ahogy ti is megkérdeztetek itt a Jobbikról, akkor elmondja igazán szívből az ember a véleményét.